Konkrét, közéleti és politikai egyóra. Áltények, mellébeszélés és jóslás nélkül. Böcskei Balázs műsora. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat, Pöcskei Balázs és külön köszöntöm a reggel ismétlés hallgatóit. Nincsenek könnyű helyzetben azok, akik kedden hajnalban ha, a ha konkrétal kellek, mert mindig olyan témákat hozunk, ami után úgy az ember héten nehezen tudja megindítani a napját. Azt várná az ember, gondolom én, hogy olyan műsorokkal szeret az ember feküdni, ami hogy a világot átláthatóvé rendezetté teszi, és az életnek az értelmét könnyen be tudjuk látni. Na most az élet mindenféleképpen lehet, hogy fogunk beszélni, hát a mai vendégemmel Pető Andreával, az MTA a vagy egyetemi a tanárával, jó napot kívánok, köszöntöm. Köszönöm szépen a meghívást. Háromnegyed évente visszaszokott térni a konkrétba egy-egy aktuális, megjelent komoly munkája a tükrében, és a legutóbbi, aminek ugye egy. Most egy darabig nem jövök. Azt, de sose tudhatjuk talán még. Mert hogy viszont egy korábbi, megkezdett kutatás, befejezett kutatás, aztán egy kicsit újra gondolt uh, keretben a nyilasnők kapcsán jelent meg a minap egy komoly munkája. És amikor én elolvastam ezt a könyvet, úgy éreztem magamat, mint ha nagyon bizonytalan lettem volna a végére. Csak azt nem tudjuk, hogy kik tették, csak azt nem tudjuk, hogy hol vannak az áldozatok, és, és igazából nem tudjuk, hogy mit kezdjünk a népbíróság ítéletek nyelvével, az ott foglaltakkal, az áldozatok, a tettesek, rokonai hogyan tudnak konstruálni emlékezetet. Tehát mindaz, amiért azt gondolnám én egyszerű politikai jellemző, a Történésznek kiáll egy munkának, miszerint felsejti a múltat, és valahova jutunk, a végére ott állunk, hogy mintha nem is végpont, hanem a kezdőpontra jutottunk volna el. Ez az én benyomásom ennek a könyv kapcsán, ez egy nagyon leegyszerűsített, vagy ön is érezte azt a munka során, hogy már történészként való meg kell állnunk, de mégis a bizonytalanokba a végére az a kérdés, hogy miért írunk történelmet, és hogy a történelemnek mi a, mi a feladata, és a, a, az én feladatom ezzel a könyvvel az volt, hogy bemutassam azt, hogy mik azok a tényezők, amik a nőket láthatatlanná teszik a szélsőjobboldali mozgalmakban, és ezt úgy tettem, hogy bemutattam egy, az egyik leghíresebb nyila, úgynevezett nyilas nőt, aki minden történelmi könyvben és minden fontosabb forrásban szerepel, Repel, és bemutattam azt, hogy mi az, amit tudunk, mi az, amit nem tudunk, hogyan, mit nem tudunk, és ez végül is egy közös gondolkodásra serkenthet. Tehát, hogyha az olvasó a remélhetőleg rendkívül olvasmányos könyv végén elgondolkodik, hogy hát most tulajdonképpen semmit nem tudtam meg, de viszont együtt gondolkodtunk azon, hogy a különböző intézmények és a különböző történelmi korszakok azok hogyan befolyásolják ennek a mészárlásnak a történetét. Semmiféleképpen nem azt akartam látni, hogy nem nem tudtunk meg semmit, hanem, hanem egyszerűen a megismerés válik nagyon bizonytalanná. én azt a kérdést tettem fel, elolvasva, tényleg rendkívül olvasmányos munkát, hogy megismerhető egyáltalán a történelem. Igen, ez egy nagyon jogos kérdés, mert hogy az egyik végkövetkeztetés ennek a könyvnek az, hogy két teljesen párhuzamos történeti emlékezet kultúra alakult ki Magyarországon a második világháború után, aminek semmilyen szinten nincsen közös találkozási pontja. Tehát egyrészt van a, a, a túlélőknek a, az emlékezete, és ezúton is köszönöm, hogy adtak nekem interjút és segítették a kutatásomat azok, akik a Csengeri utcai mészárlást túlélték. Másrészt az elkövetőknek az emlékei, és az ő ezt az interjút is szeretném megköszönni, és hogyha megnézzük a két történ, a, hogyan gondolnak vissza erre a, 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 a rendkívül fontos időszakra, nincsen találkozási pont. Hmm. És, ez, és ez az állítás a többek között ennek a könyvnek, hogy azok az politikai csaták, amik manapság zajlanak, az többek között emiatt a megosztott emlékezet, politikai ö, helyzet miatt jöttek létre, és ebben kulcs szerepet játszottak a népbíróságok. Mm. Mielőtt mennénk a, a könyvünk főszereplői felé, láthatatlan, ugye ez az egyik kulcs ö, ö, fogalom. Nagyon máshol tart a magyarországi történetírás az ilyen láthatatlan nyomok felkutatásakor, mint a nyugati, vagy ami most velünk történik, hogy ez a láthatatlan szereplőket láthatóvá kell tenni, ezen mindenkinek át kell tesni, és nyugat sem volt ez a tekintetben más, csak éppenséggel van egy történelmi hát forjuk időben, amiben ezt a dolgot már kikutatták hogy túl vannak ezek a gyermekbetegségekkel adott esetben. Hát az, hogy a, hogy a nem emlékezés, és a, 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 a felejtés, és a, a tudatos a, a hamisítás néha, hogy mi, milyen szerepet játszik a történelemben, az sajnos az elmúlt időszaknak lett egy fontos témája, ami a könyvnek az alapja azok a második világháború alatti női elkövetők, és ennek a kutatása azért sokkal hamarabb megkezdődött a világ szerencsésebbik felén, mert ott már ugye a 80-as évektől kezdve foglalkoztak a, a nőkkel, a, akár a náciknál, akár az, az olasz fasizmusban, de az, hogy ahogyan ezzel foglalkoztak, ez már önmagában láthatatlanná tett egy csomó szereplőt. Tehát elsősorban a feleségekről, szeretőkről írtak, illetve a koncentrációs táboroknak az őreiről, tehát azokról, akik a, az első, illetve második hullámában a, a igazságszolgáltatási mechanizmusnak, bekerültek ebbe a ebbe az igazságszolgáltatási rendszerbe, és eznek kapcsán, ezen keresztül lettek láthatóvá, és ez az igazságügyi rendszer adta meg azt a nyelvet, amin keresztül ezekről a női elkövetőkről beszéltek. az, hogy a, ezek a 89 után, hogy Kelet-Európában miért nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel, annak azért több oka van. Az egyik az, hogy a maguk a fasizmus Amik megindultak, és aminek most a negyedik hullámát éljük, az is elsősorban a férfiakra ö, ö, figyelt, és legfeljebb azt állapította meg, hogy a fasiszta férfinek esetleg van egy fasiszta párja, ö, és aki a családot pesztrálja és a másik pedig az, hogy a társadalmi nemeknek a történetének a kutatása is vak volt tulajdonképpen ezekre a nőkre, mert sokkal fontosabb volt az előképeknek, az előanyáknak a, a jó történeteknek a vizsgálata, mint ezeknek a nem feltétlenül szimpatikus nőknek a vizsgálata. Ugyanakkor azért az világos, hogy ezt az antimodernista emancipációs mozgalmat, amit ők képviseltek, rendkívül sikeresen azt kell mondanom, ezt nem lehet figyelmen Kívül hagyni, különösen egy olyan történelmi helyzetben, mint amilyen a mai. Hmm. Nem, nem szeretnék, hogyha ilyen, ilyen, bevezetés a történet tudományban jelleggel kérdezni, de abban tudnál segítsünk lenni, hogy értsük az egész folyamatot, hogy az egyes fasizmus kutatások hullámai, mi az, ami az egyik hullám az előzőhez képest újat adott, és egyszerűen bonyolítja, vagy éppenséggel láthatóvá tesz dolgokat. Mi az, hogy a negyedik hullám az miben más, mint a harmadik hullám volt? Egyszerűbben. Tehát a, a, fasizmus kutatás ugye az akár már a 30-as években elkezdődött, és elsősorban pszichológizálással foglalkozott, tehát megpróbálták a, a megmagyarázni, hogy miért van az, hogy Hitler, akit mondjuk a, az angol politikusok úgy írtak le, hogy egy zöldséges, akiben megbízhatunk, hogy ez a zöldséges, ez, ez milliókat tudott magam elé állítani, és akkor ezeknek egy ilyen pszichológiai ilyen tömeglélektani hatása, hatásmagyarázata volt, és ebből alakult ki később ez a szociálpszichológia mint, mint, mint tudományág, és aztán később alakulnak ki azok a, a, a következő hullámokban kezdik vizsgálni esetleg a politikai mobilizálást, ami már közelebb van az ön szakterületéhez, illetve most már foglalkoznak azzal, hogy a kultúra, a, a fasizmus mint kultúra, illetve a fasizmus mint hálózat. És például ez a hálózatkutatás, ez mondjuk az én munkámban is megjelenik, tehát az, hogy azok a szélső jobboldali nők, azok milyen nőszervezetekben vagy nő egyesületekben működtek, és ezek hogyan sodródtak egyre inkább a szélsőséges irányba, illetve az, hogy a trianoni békénél elvesztett területeknél, hogyan szerveződtek a különböző nőszervezetek és nőmozgalmak, és ezek a hálózatok, ezek hogyan adtak lehetőséget arra, hogy a szélsőséges mozgalmak megszerveződjenek, és ebben mi a nőknek a szerepe. Tehát itt mindegy, mindegyik hullámban azt a kérdést teszik fel, hogy hogyan lehetséges. Miért? És erre adnak különböző válaszokat. Ez a könyv, ez megpróbálja ezeknek a, a, a különböző kérdésfelvetéseknek a, a, az összefoglalóját adni abból a szempontból, hogy amikor a könyvben van a tipológia, hogy a milyen típusú nők tartoznak ehhez ez a szélsőjobboldali kultúrához, abban szerepelnek azok, akik mentálisan betegek, mert tényleg voltak olyanok, akik a, ö, csak a szálasi aurájából akartak ö, ö, részesedni, ezért követték őt, mint egy celebet, és, de voltak olyanok, akik viszont a leg, lehető legracionálisabban tudták, hogy ebbe a akkor felívelőnek látszó kultúrához kell csatlakozni, mert akkor egyrészt akár találhatnak maguknak egy férjet, mert abban az időszakban is az volt a legbiztosabb gazdasági befektetés, illetve, hogy ott tudják a saját ambícióikat kiélni. Belementünk akkor, most már még nem a történettel fogunk foglalkozni, ami egy, ami egy szintén magva a könyvnek, hanem az, hogy akkor kiket is tekintünk nyilas nőknek, ugye, mert ez egy elsőre, ha gondoljuk, akkor egyértelmű, de ha le kéne nekem írni, hogy akkor a nyilas nő, az honnantól nyilas nő, akkor lehet, hogy bajba jutnék, hiszen az, hogy jól olvastam a tipológiát, ugye, egészen más motivációk visznek valakit azáltal, hogy nyilas nő lesz. Tehát máshogy konstruálódik meg az ő nyilassága. Igen, tehát a, a, attól függően, hogy a nyilas nő az egybe van írva, vagy külön van írva. Eznek van egy ilyen módszertani nyelv, nyelvészeti megközelítése is. Tehát az, aki a nyilas pártnak a tagja, tehát bizonyíthatóan a nyilas pártnak a tagja, és illetve az, aki jelzőként, tehát hogy egy olyas valaki, aki azokat a szélső jobboldali ö, álláspontokat és értékeket vallja, mint a nyilas párt. Tehát ehhez ez neki nem kell egy takkönyves nyilas pártagnak lennie, de attól ő még ezt, ezeket az értékeket magáénak vallja. Tehát a, 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 a történet, amiről még nem beszéltünk, abban is ez a fő kérdés, hogy a, a szereplő az belekerül a nyilas nő kategóriájába, ami ugye a nyilas párt tagságot feltételezi, de ő neki tulajdonképpen soha semmi köze nem volt a, a nyilas párthoz, hanem kihasználta ezt a szélső jobboldali uh, hullámot, meg a jogi bizonytalanságot a, a biztonsági uh -huh. helyzettel együtt, pontosan a biztonság hiányával, uh, hogy uh, ezeket a gyilkosságokat elkövesse. Ugyanakkor a minden egyes radikális jobboldali pártal szemben időben és jelenleg is hogy az a kép, például ezek maszkulin szervezetek, hogy, hol van, hogyan konstruálódik akkor a nyilaspárban nő, a, a, a nő szerepe, és egyáltalán lehetséges női vezetékről, vezetőkről egy nyilaspárban beszélni? A a, az a, feje... volt. Igen, Bocsánat. Igen. a fejezet, ami erről szól, az azzal egy olyan idézettel kezdődik, ami azt a sztereotípiát erősíti, hogy a nyilas nő az nem csinál más, mint otthon nevelgeti a sok gyereket. És felsorolom, hogy mik azok az okok, amik miatt ez ez nem így volt. Tehát az, hogy ugye a legegyszerűbb az, hogy a hogy egy pártnak mi a pártprogramra, és mi a megélt a tagoknak a megélt mindennapi értéke, és hogyan élik meg a a saját érté életüket, az két különböző dolog. És erre mondjuk a legjobb példa az, hogy a azok a nők, akik ebben a pártban aktívak, azok általában nem feltétlenül van férjük, lehet, hogy nincsen gyerekük, ugyanakkor rendkívül határozottan támogatják, hogy másoknak legyen gyereke, és mások érjenek családban. Tehát ez, a, ez az első, de ez nem feltétlenül csak a szélső jobb oldalra igaz, mert ezt tudjuk más párt alakulatnál is, hogy ugye más, más az érték, meg más az, amit ahogyan a tagok élnek. De ide tartozik az is, hogy ezek a nyilas nők, ezek Különböző élet szakaszokban különböző módon csatlakoztak ezekhez a, ezekhez a pártokhoz, és másfajta ajánlatot fogadtak el, másfajta politikai ajánlatokat fogadtak el. Tehát a tipológiához ez is hozzátartozik, hogy ez a, egy nagyon rendkívül széles spektrumot tudott megszólítani ez az antimodernista emancipáció, amit ők képviseltek. Tehát az első generációs értelmiségi nők, akik most lettek most kaptak diplomát és megjelentek a munkaerőpiac akár azok a nők, akik a mondjuk ilyen kéggalléros tisztviselőnők voltak, illetve azok a nők is, akik a gyárakban dolgoznak, tehát hogy volt, volt egy olyan sérelem, volt egy olyan megélt megkülönböztetés, ami ezeket a nőket arra biztatta, hogy politikai megoldás felé nézzenek, hogy ki tud segíteni, ki tudja képviselni az ő érdekeiket, és meglepő módon ezt a szélső jobboldali politizálást találták meg két okból. Az egyik azért, mert a horti rendszernek ez az úgynevezett konzervatív ajánlata, tehát amelyik ez a picit poros, barokkos, amit a jávor filmekből ismerünk típusú élet, ez, nem igazán a munkavállaló nőknek a területe volt, mert ott gyorsan férhez kellett menni, és, 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 boldogan kellett élni. És a másik pedig az, hogy ez a, a baloldali ajánlat, tehát a szociáldemokrata, illetve szakszervezeti ajánlat az nem volt ezeknek a nőknek elfogadható, többek között azért, mert az egész horti rendszerben nagyon határozottan az volt a diskurzus, hogy a, ezek a mozgalmak a felelősek a trianoni békért. Másrészt nagyon sokan ezek közül a nők közül el, a határon kívüli területekről jöttek, tehát saját Ezt maguk. Szóval, van a -e jelentőség, hogy trianonnal innen vagy túl érkezik a, a, a igen. az emberünk? Igen, igen, igen. Igen, uh -huh. igen, igen. És hogy ezek a nők, ezek körbenéztek, hogy mit lehetne tenni. És a, a, a nyilas párt ugyan hiába a propaganda szintjén ezt a ö, család ö, ö, típusú, ö, de, szociális anyaság típusú programot ö, nyomatta, azért adott egy lehetőséget a nőknek arra, hogy képviseljék a, a saját érdekeiket, és ennek kapcsán a legérdekesebb vita, sajtóvita ebből eredt, mikor ö, talán egy ha jól emlékszem, a nyilas pártot megvádolják azzal, hogy ez egy feminista párt, és akkor egy éven keresztül a horti sajtó arról cikkezik, hogy a nyilas párt az egy feminista párt, mert túl sok erős és határozott nő van benne, és a női egyenlőséget támogatják, a helyet, hogy, ugye, és ez az úgynevezett konzervatív ajánlat, ezt a domestikált családban boldog nőképet, de hát hogy azok a nők, akik munkavállaló nők, azok ugye nem nagyon tudtak itt domestikálódni, mert hogy naponta dolgoztak kilenc órát a gyárban, és megtapasztaltak mindenféle diszkriminációt. Következésképpen azt a pártot támogatták, amelyik mondjuk először Magyarországon benyújtotta a munkai szexuális zaklatás elleni törvényt a parlamentben, ami ugye jelzi, hogy itt egy nagyon érdekes helyzetről van szó, mert egyrészt ez rendkívül modern, másrésztről az argumentációjuk az volt, hogy a szegény magyar munkavállaló nőket kell megvédeni a nemzetközi zsidó tőkétől. Tehát nyilvánvaló, hogy ez a típusú modernizáció, ez egy, 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 kirekesztésre épülő elképzelés volt, és ezek a nők, akik ebben dolgoztak, azok nem csak, hogy a horti úgynevezett tehát konzervatív ajánlatával kerültek szembe, hanem nagyon gyakran a saját vezetőségükkel is szemben. És akkor így szembe kerültek, és itt jön az a, az a kérdés, hogy mennyiben különbözik bármelyik pártnak a belső működése. És azt kell mondani, hogy ha megnézzük a nyilas pártnak a működését, vagy bármelyik mostani magyar pártnak, vagy nemzetközi pártnak a, a működését, azért lehet látni, hogy a férfi vezetők főleg azt szeretik, hogyha a nők a családdal és a, a szociális ügyekkel foglalkoznak ellentétben a nőkkel, akik azt gondolták, hogy bárki kíváncsi arra, hogy ők nekik van -e víziójuk egy, egy igazságos társadalomról, aminek az igazságosságát a saját értékeik alapján határozták mm. meg, és ö, ö, ennek kapcsán aztán nagyon sok vita is van a párton belül, és a párton belüli férfiak azok ügyesen kiátszák egymás ellen a különböző női vezetőket, akik különböző ambíciókkal rendelkeznek, ami szintén a történésznek egy nagy öröm, mert hogy ezek kölcsönösen feljelengetik egymást, és akkor ebből születik nagyon jó forrásanyag, aminek aztán a történész örül. Azt akartak kérdezni, hogy, a, hogy, a, hogy volt egy korabeli horti sajtóban egy horti Horthy korabeli sajtóban egy feminizmus vita, itt a nyilasokat csak akkor helyesebb lett volna a maszkulin feminizmust használni, hogy ezt a, a fogalmakat így összeradták volna akkoriban a nyilas nőkre? Hát igen, de én a maszkulin feminizmust ebbe a könyvbe más, másra használom. Tehát én arra használom fel, hogy kik azok a nők, akik férfi vé lettek. És a férfi vé levés, ez az a típusú, azok a nők. Na most. Lépjünk egyet vissza. Honnan tudom én ezt? Hm. Ezt én onnan tudom, hogy a népbírósági tárgyalásoknál megnéztem azokat a peranyagokat, amiben nők voltak a vádlottak, és ebből uh, kirajzolódik egy nagyon markáns csoportja azoknak a uh, nyilas nőknek, akik férfi ruhát hordtak, vagy fekete, uh, tehesi, vagy, 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 vagy barna, vagy zöld, testre simuló ilyen pólót, meg, meg bridges-nadrágot uh, csizmával, akik úgy viselkedtek, mint a férfiak. Tehát férfiak. Fiakká váltak, de ez a, és ezen keresztül, az erőszakon keresztül lettek ők egyenlők a férfiakkal. Mm -hmm. És akkor ugye megint fel lehet tenni azt a kérdést, hogy ez, ez miben feminizmus? Tehát ez egy teljesen jogos kérdés. Ugyanakkor viszont azt lehet látni, hogy a, azok a nők, akik ehhez a szélső jobboldali párthoz csatlakoztak, azok egy másfajta állampolgárság, másfajta közösséghez tartozásban gondolkodtak, mint a, mint a poros horti rendszernek a tagjai, és ebben az erőszak nagyon komoly szerepet játszott. Tehát... És az erőszak, ugye a háború utolsó napjairól beszélünk, az erőszak az azt is jelentette, hogy meg lehet ölni embereket. Ez ugye maga az a, a történet, ami majd a második részben az adásban résztesen kibontjuk. Megérkezünk a népbíróságok ügyéhez. A népbíróságok számára is láthatatlanok voltak a nyilasnők, vagy, vagy, vagy ott voltak, csak hát nem érkezett meg korábban Pető Andrea, aki mondjuk ezt a dolgot feldolgozza korábban. Tehát keresték-e akkoriban, gondoltak-e arra, hogy a tettesek és a végrajtók között nőket kell keresni. Ez érdekes kérdés. Én interjúztam egy rendőrnyomozót, aki annak idején a fasizmus elleni harcnak a osztályán dolgozott, és ő azt mondta ebbe az interjúba, hát amennyiben lehet hinni bármilyen interjúnak, hogy ők nem, nem tudta, hogy egyáltalán lehet nőket keresni. Tehát, hogy ő nem, hogy miért nem? És akkor ő pont ezt mondta, hogy Andrea miért nem mondta ezt nekem annak idején? És akkor ugye mosolyogtam. De az biztos, hogy a népírósági elítéltek között a nőknek ezt a Barna Ildikóval írt könyvünkből, a Politika Igazságszolgáltatás, a II. világháború utáni Budapesten című könyvbe, ezt numerikusan meg tudjuk mondani. Egy olyan 10-15 százaléka volt nő, ami körülbelül megfelel annak, amelyik, ami a jelenlegi, mondjuk a parlamentben, ugye most 10 százalék alatt vannak. De voltak bizonyos bűn esetek, ahol a női elkö vagy olyan büntetési tételek, ahol a női elkövetőknek lényegesen magasabb volt az aránya. Uh -huh. És uh -huh. ilyen volt ugye a besúgás, a feljelentés, a rablás, tehát voltak, volt egy olyan típusú bűncselekmény, amire lehet azt mondani, hogy női típusú bűncselekmény, és ez, ez, ez nagyon, nagyon érdekes ebből a szempontból. Ugye a munkája elején részletesen foglalkozik ugye a népbírósági ítéletekkel, az, annak egész ritualizáltságával. Amikor azt mondja, hogy 10-15 ról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy akkor nagyon sok még, aki, ami a népbíróság működése kapcsán el nem fogott tettesek, vagy éppen bíróság elé nem állított tettesek. Mert ha olvasom az ön munkáját, akkor azt kell gondolni, hogy a népbíróság, hát hogy is mondjam, funkcióját is azért előteljesen meg lehetnek kérdezni, hogy tudott-e teljes értékű munkát végezni, és mi alapján születtek ott meg a döntések, hiszen ott volt egy szükségszerű ítélkezési helyzet, de mint minthogyha eléggé megbízhatatlanság is ugye körbelengi azokat az ítéleteket, vagy legalábbis nem körültekintés. Igen, valóban a népbíróság működése az sok szempontból kritizálható az, hogy a bűnök elkövetődtek, az ugye nem kérdés. De az a kérdés, hogy ez a rendszer, amit fölállítottak Magyarországon, az mennyire működött, mennyire volt túlterhelt, mennyire volt megfelelő személyzete, és mi volt a társadalmi nemi politikája. És mondjuk ez látszik a, a könyvből is, illetve a Barna Judikóval írt közös könyvünkben is elemezzük ezt, hogy a nők, hogyha azt vallották, hogy a férfi javasolta nekik, hogy ezt kell tenni, vagy hogy a befolyásolta őket a férfi család, akkor lényegesen könnyebb, egyszerűbb ítéletet kaptak, mint a, mint a férfiak. És, és azt is lehet látni, hogyha bármelyik nő ö, olyasmi ö, ö, ok miatt került a népbíróság elé, amelyik azt különösen feldühítette, akkor sokkal erősebb, sokkal erősebb ítéleteket kaptak, és erre elmondanám a rátszerzészetnek a példáját. Talán, talán csak a a a hírek után jo, mert megérkeztük az első születhez konkrét közéleti és politikai egy óra, áltények mellébeszélés és jóslás nélkül. Böcskei Balázs műsora. Folytatjuk a konkrétot még például Pető Andrával, az MTA doktorával, a CEU egyetemi tanárával, akiben nem udvarjatlanság véget, csak itt a világpolitikai történése miatt kellett folytanom a szót, úgyhogy folytassuk alapba hagytuk. rá Szerzsébet. Igen, tehát uh, arról beszéltünk, hogy a népbíróságnak a társadalmi nemi politikája, és uh, az, hogy a Rácz Erzsébet, aki a Rácz volt a lánya, művészettörténészként beleszeretett a Rómában volt ösztöndíja, és beleszeretett a fasizmusba, és jó tollú cikkeket írt, amiben a fasizmus dicsőítette, a Magyarság című folyóirat a lap számára, és őt a kommunista vezetésű népbíróság azért ítélte el hét évre, ami egy nagyon magas büntetési tétel, mert hogy nő létére politikai újságíró akar lenni. És ez nem egy nő számára elfogadható dolog, ezt mondta ugye a kommunista ö, népbíróság, és Rácz Erzsébetnek a rehabilitációja, azt 93-ban vagy 95-ben, pedig úgy kérte az ügyvédje, hogy mivel nő volt, ő nem írhatott semmit, ami a saját véleménye, más véleményét ö, foglalta össze, úgyhogy ezért volt a népbíróság ítélete egy, ö, egy hamis ítélet. Tehát uh -huh. azért ebből azért látszik, hogy a, a, az, hogy az önálló önállóan gondolkodó, önálló akarattal, és önálló, ezt az önálló cselekvési körfogalmát használom, az önálló cselekvési körre rendelkező nő, az nem nagyon illet bele sehova se. Tehát, hogy csak az a kérdés, hogy ez a beilleszked, vagy nem beilleszkedés, ez, ez hogyan történik. Tehát én ezt az önálló cselekvési körfogalmát, ezt azért arra használtam, hogy a, a nyilas nők, azok megkérdőjelezték. Tehát az, azokat a kereteket, azokat az intézményeket, azokat a struktúrákat, amik meghatározták az ő helyzetüket, és ennek különböző szintjei voltak. Tehát a, az a házmester, aki bement a szomszéd lakásban lakó zsidó nőhöz, és elvette a bundát, az is megkérdőjelezte azokat a normákat, amik, amikben él, de az a mondjuk orvosnő is, aki azt gondolta, hogy a, a, három millió kultus országa azért az nem egy olyan dolog, aminek érdemes fennmaradni, hanem, hanem, egészségügyi programokkal és újraelosztással kell ezt megoldani. Csak az a kérdés, hogy az újraelosztásnak ugye mi a forrása? A könyvnek sok elények közül az egyik, az mindenféleképpen a a, a, krimi jellege, ugye, mégpedig a Csengeri utca környék, illetve a Csengeri utca hat szám, 64 szám alatt történtek. Nem szeretnénk erről beszéltünk itt, hogy, hogy emlékezetpolitikai indítani, de egy fontos az a 64. szám a Csengeri utcába. Hát akkor avassuk be a hallgatókat a történeteink főszereplői közé. Kik is lennének ezek? magát a könyvet a, úgy kezdtem el írni, hogy régóta foglalkoztam már 2003-ban a, a nyilas nőmozgalommal, és egy előadás ö, ö, tartottam, ö, és oda jött hozzám egy ősz úr, és megkérdezte, hogy hallottam-e Deli Piroska nevét. És akkor én, nagy magabiztos történészként, tele hübrisszel mondtam, hogy persze, hát ő volt a, az a egyik ö, nyilas nő, akit ö, kivégeztek, mert vérszomjasan vényszállást rendezett, és akkor ez a, az úr ez rám nézett, és azt mondta, hogy én találkoztam vele. És akkor így kerültem kapcsolatba a Csengeri utca 64-nek a túlélőivel, és ők elmesélték a saját történetüket, és megmutatták azt az emléktáblát, ami Budapesten az első holokauszt emlékmű, ami egy, ennek a háznak a belső udvarában áll, mert aki ezt az emlékművet felállította, az a kredencnek a vágólapját, márvány vágólapját találta csak meg a szétrombolt Budapesten, és abba, tett, abba, vésette bele több kisebb hibával azt a 19 nevet, aki szerinte ebben a mészárlásban meghalt. Az, hogy hányan haltak meg, 18-an vagy 22-en ott Budapest középpontjában, azt nem fogjuk megtudni, és ez a könyv se ad erre választ. Ahol az embernek a vagy, hát nem tudom, a krimi az biztos, hogy nem írja le, nem egy jó kifejezést. A krimi jellege az a, az a, olyan szereplőknek a megjelenés, hogy egy csillagos házról beszélünk, aminek viszont a házmestere egy nem zsidó. Ö, ö, hát ilyen értem, a honfitás, mindenféleképpen honfitásunk, tehát ugye hogy a, pont a bűnösség problematikája a társadalom viszonya, ami miatt nehez volt nekem is ezt a dolgot most kimondani. Tehát a házmester szerepe ebben a, ebben a sajátos, szomorú krimiben az nagyon-nagyon precedens értékű. És nem csak a házmester, hanem ugye az egész, az ő hálózata tulajdonképpen. Hogyha erről Ö, igen, az, hogy a, a házmesterekről született már egy, egy angol nyelvű diszertáció az Ádám Istvánnak a, a tollából, aki szintén a Nébbíróság íratok alapján megnézte, a, de ő ugye a férfi házmesterekkel foglalkozott, és az, hogy ez a társadalmi csoport amelyik azért egy bizalmi funkcióban van, mert hogy a, a háztulajdonos és a bérlő közötti kapcsolatban kult szerepet játszik, ez, ez, a, ez, a, csoport, ez hogyan használja ki a, 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 megkülönböztetést és a jogi viszonyoknak a, a bizonytalanná válását arra, hogy a saját anyagi helyzetén javítson. Tehát a könyvben van egy fejezet, amelyik a, a, vagyonok eltűnéséről, illetve a vagyonok létrejöttéről szól, mert hogy hiába került ez a házmester család is a népbíróság elé, ugyan hiába működött rendkívül slamposan a népbíróság, mégis egy, egy jogi műhiba miatt nem tudták végrehajtani a vagyonelkobzást. Tehát a népbíróságnak a vizsgálatát azt rendkívül árnyaltan kell kezelni, mert egyrészt 呃。Uh valóban egy korrupt és, és slampos intézmény volt, amelyik olyan ítéleteket hozott, amelyek nem összehasonlíthatóak, és nagyon sok múlott azon, hogy volt-e valakinek mondjuk fizetett ügyvédje, vagy hogy melyik bíróság elé került, de ugyanakkor viszont betűszerűen, törvényszerűen működött, és azok a bűnök, amik elkövetődtek, azok itt kaptak egy, egy nyelvet, egy történetet, és ez a ettől érdekes szerintem ez a könyv, mert azt nézi meg, hogy ezt a nébíróságnak a, a, nyelvét, azt hogyan alakították a túlélők. És hogyan alakít, tudták a nébíróság nyelvét alakítani a vádlottak? A vádlottak? Mert hát, ugye Deli Piroska <laughs> is ugye elkezdi, ugye amikor magyarázza, hogy mi miért történhetett az ő szemszégébe, akkor ugye akkor ugye egy ő maga is konstruál egy történet, Amit, ami, ami egyszerűen most mondok, mert ugye van egy rész, ugye, ahol a zsidó ellenállása való hivatkozásként magyarázza a saját tetét miszerint őt parancsot ö, ö, ö követett, vagy éppenséget teljesített. Tehát, hogy az ád, a védkesek tudják-e konstruálni azt a nyelvet, amit aztán a népbíróság ami alapján az egy döntést, ami úgy érezzük, hogy ez mégsem az igazság. És az ilyen, én értem, akkor nem sikerült a jogi igazságtétel. Igen, tehát a, a könyvben elemzem azokat a ö, taktikákat, meg narratív stratégiákat, amiket a Deli Piroska használt a különböző kihallgatások során, és abban ö, ő megpróbálkozik mindennel, sőt megpróbálkozik azzal is, hogy, hogy a kihallgatásoknál elájul. Tehát sok mindennel megpróbálkozik, ugye nőies módon megpróbálja ezt a helyzetet kezelni, de neki nem volt fizetett ügyvédje, tehát csak saját magára, meg az ösztöneire hallgathatott. Az, hogy ő egyedül volt a cellában, vagy másokkal volt a cellában, mert ugye ott is folyik egy ilyen tudás átadás, hogy mit kell mondani, és hogyan kell mondani, azt nem, azt nem tudom. Azt, az adatokból ez nem, ez nem derül ki, de az biztos, hogy hogy a, ez a tudásátadás, ez a túlélőknél nagyon komolyan megvolt. Tehát, hogy, hogy jártak tárgyalásokra, ott figyelték azt, hogy a népbíróság milyen kulcsszavakat tesz bele az ítéletbe, mik, mik azok a kulcs mondatok, amiknek el kell hangozni ahhoz, hogy meg bizonyosan egy elítélő ítélet szülessen. Hogy lesz Deli Piroska nyilassá? Ö, úgy lesz nyilassá, hogy. Ö, a, mikor az első kihallgatások kezdődnek, akkor a ö, túlélők, akik Szerencsére jelentő számban vannak, teljesen ellentétes, nagyon különböző vallomásokat tesznek, és látják a deli piroskát nyilas hajpántal, ugye, ami nincsen, nyilas karszalaggal, ami volt, nyilas egyenruhában, ami szintén volt, akár még ezt az egyenruhában is látják talán, de hogy teljesen ellentmondásosak ezek a ezek a, az első vallomások, és akkor világos, hogy egy pont után rájönnek a, a, a túlélők, hogy ezek a, a ezekkel a vallomásokkal egy irányba kell beszélni, tehát egy, egy, egyfajta irányba kell mutatni, mert a népbíróság az túlterhelt, és nagyon-nagyon ideges, hogyha neki kell valamit uh, megoldania. Következésképpen uh, uh, az egyenruha. Az egyenruha az a legfontosabb, és a karszallag. Tehát abban a pillanatban, hogy a karszallagot, uh, azt mondják, hogy karszallagot láttak rajta, akkor bekerül ebbe a nyilas nő kategóriába, és hogy a történetírásba hogyan került be, mint nyilas nő, az, uh, egy nagyon érdekes folyamat, mégpedig az, hogy ö, milyen részét emelik ki a népbírósági anyagoknak, mert ö, vannak olyan részek, ahol a, a tanúk azt állítják, akár még, hogy, hogy SS-ekkel érkezett, ö, vagy azt mondják, hogy ö, ő parancsolt a, a ő adott tűzparancsot, vagy volt voltak kezében pisztoly, tehát az a kérdés, hogy melyik az a rész, amit kiemelnek belőle, uh -huh. és érdekes módon, ö, amikor a mártírparcellának a jogi kérdései felmerültek, akkor a, az a levéltáros, akit megbíztak azzal, hogy valahogy foglalja össze ennek a pernek a lényegét, azt a részt emelte ki, amelyik épp a zsidó ellenállásra vonatkozott, hogy minthogy ebből a Csengeri utca 64-ből kosárra hordták volna ki a fegyvert, mert Deli Piroska egy adott pillanatban bepróbálkozott ezzel a, ezzel a narratívával is, hogy ő neki azért kellett oda menni, mert hogy parancsra tette, mert ott komoly fegyveres ellenállás lett volna, és akkor ebből jött létre az, és így került be a történetírásba, mm. mint hogyha Deli Piroska egy ö, ö, nagyon ö, fontos ö, nyilasnő lett volna. Ö, mi, egy a dolgot, a, a, ami engem nagyon megütött, mikor a könyvet olvastam, egymás követően kettő dolog. Az egyik, amikor az, hogy az elkövetők emlékeinek igazsága, hú, uh, mondom, ez, ez így már emlé elkövetők emlékenek igazság, és aztán pár gondolattal arrébb pár bekezdés, a Csengeri utcai mészállás a bűntudat nélküli bűn egyik tipikus példája. Tudom, hogy ez megint két kérdés volt szerintem, és két történet bontakozik ki, de ezek annyira erős állítások, hogy azt gondolom, hogy egy kicsit engem is meg kell nyugtatni, hogy ezt nem értem félre. Az, az elkövetők ö, ö, emlékei, azt szintén egy interjúból tudjuk. És ugye ezeknek az elkövetőknek, tehát azoknak a az második, harmadik generációs családtagoknak, akiknek a szülei háborús bűnösök voltak, azoknak a készült interjúknak megvan a módszertana, és erről hosszasan írok. De hogy az, hogy a, ez a fiú, hogyan emlékszik vissza az apukájára, meg a nagypapának az emlékére, arra nem lehet azt mondani, hogy ez egy hazugság. Ez egy mítosz. Tehát létrehozott egy családi mítoszt, és ez a egy mítosznál, ez az igaz és hamis, ez nem feltétlenül egy ö, működőképes kategória ugye az emlékek azok nem, nem igazak és nem hamisak. Igen. Ezt, ez is megy Igen, és igen, tulajdonképpen a könyv az, az abból a szempontból ijesztő, mert hogy azt mutatja, hogy ez a két különböző emlékezet kultúrának nincsen. Ö, ö, kapcsolata, és, és, hogy az a kapcsolat, ami létrejöhetett volna akár az oktatási rendszerrel, akár mondjuk egy rendes holokauszt, intézményesült holokauszt kutatással, vagy holokauszt kutatási infrastruktúrával, az nem jött létre. Tehát, hogy az, végül is, amikor beszélgettem ezzel a elkövetőnek a családtagjával, az olyan volt, mint egy teljesen téren és időn kívüli uh, buborékba kerültem volna bele, ahova az állam, meg a holokauszt emléknap, vagy bármi más soha nem is szivárgott bele. Tehát egy pillanatig nem jutott az eszébe az, hogy ezen gondolkozzam. Ezt akartam kérdezni, hogy, hogy amikor úgy készítünk interjút mondjuk egy elkövetőnek a leszármazottjával, hogy dokumentálni tudjuk, és dokumentálva van hogy itt egy tettesről van szó, az ő felmenői tekintetében, ő pedig mégis egy sajátos másik emlékezetben él, amiről ugye nem igaz vagy hamisként ételződünk fel, akkor én egyszerű politikai elemzőként azt, hogy a történészki nagyon nehéz lehet a helyzetben, hogy hogyan tudunk úgy beszélgetni, hogy a másik fél nem csak, hogy az igazságot nem mondja ki, hanem ezáltal a felelősség kérdésével nem is tudunk mit kezdeni, és ott, ott állunk, mint egy ilyen kollektív felelőtlenség állapotával, holott egyértelmű, hogy mondjuk az apját, vagy a nagyapját, vagy teljesen egy beszélünk, valamilyen történelmi felelősség terheli. Igen, valóban terheli történelmi felelősség, de az a kérdés, hogy ennek milyen módozatai, vagy milyen intézményei lettek volna, hogy ezt a történelmi felelősséget létrehozza, uh -huh. és az állítás ebben a könyvben az, hogy a népbíróság lett volna az a, az intézmény, amelyik különböző szinten és különböző módon csődöt mondott. ettől még a bűnök elkövetődtek. De a magyar társadalom az, hogy nem nézett szembe azokkal a bűnökkel, amik a második világháború idején elkövetődtek, az többek között a nép bírósági tárgyalásoknak a, és az egész folyamatnak a különböző visszásságainak köszönhető. Ettől függetlenül azok a bűnök elkövetődtek. Tehát és a, a, a túlélők között viszont nagyon Szerencsére nagyon komolyan él ennek az egész történetnek a, 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 az emléke, és a gyerekeket el, oda elviszik, és Izraelből eljönnek, és megnézik a, 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 a helyet, ahol ez, ahol ez megtörtént. De ez a kakofonikus emlékezés, tehát hogy mindenki másképpen és egymással nem összekapcsolódóan emlékezik, ez az egyik jellegzetessége ennek a helynek, és én a, tágabban azt is állítom, hogy a magyarországi hmm. holokauszt emlékezik és is ez az egyik ö, ö, fő jellegzetessége, mert ez a történet ugye ez egy nem egy tipikus holokauszt történet, mert itt magyarok ölnek, meg magyarokat Budapest középpontjában. Tehát ez nem az a, a, az a ö, uh -huh. szinte egyszerűnek tűnő történet, hogy elviszik a zsidókat, és a németek megölik őket. Tehát e ezért ez, atipikus, ugye? Igen, ezért atipikus a történet, uh -huh. igen. Mi történik a Csengely utca 64 számban lévő vagyonokkal? ott a mészállás követően, és, és nyilván adott esetben azok, akiket deportálta, ítéltettek, de visszatérnek a házba. Hát ezek a gyilkosságok, ezek intim gyilkosságok voltak, azért, mert a Deli Piroska az a környékről való volt, tehát ő akár látásból is ismerhette azokat az embereket, akiket ott megölnek, és ő tisztában volt azzal, hogy ebben a házban van egy, dolgozik egy ékszerész, hogy ebben az ékszerésznek a páncélszekrényében mi volt, vagy mi nem volt, ezt sose fogjuk megtudni, de az is biztos, hogy itt, ebben a lakásban volt a legtöbb halott az ékszerészéknek a, a, a lakásában, ugyanakkor viszont ez nem egy gazda környék, tehát itt a, amikor a túlélők elkezdik felsorolni, hogy miük veszett el, akkor krómzsebórákról beszélnek, meg pongyolákról, meg kékpetyes ruhákról, meg törülközőkről. Hmm. Tehát, hogy itt nem, itt meg, meg ugye egy, 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 írógép körül is forog a történet, hogy a, hogy a mi történik az írógéppel, mert ugye a zsidóknak nem lehetett írógép egy, egy pont után, tehát, hogy, hogy ezek a mindennapi tárgyakból kialakuló, tehát és ezek az emberek, ezek természetesen emlékeznek a tárgyakra, tehát, hogy tudják, hogy a, hogy a rozentáli szervizt azt ott hagyták esetleg a pincében, és amikor visszatérnek a házmesterék legnagyobb döbbenetére, akkor azt ott találják használva a házmesterék által, és a házmesterék beköltöznek a legjobb lakásba, a ház legjobb lakásába, és akkor megjelennek a, a tulajék, akkor néz, néznek, hogy most akkor mit csináljanak, és akkor elindul egy ilyen szintén, egy ilyen nagyon intim és nagyon nehéz folyamat, hogy most akkor kiköltözön, hova költözön, mit vigyen el, ez kié, ez a törülköző, meg az a konyharuha. Tehát, hogy, hogy a holokausznak van egy ilyen része is, tehát nem csak a Weiss-Manfred gyárról beszélünk, hanem beszélünk azokról a meg pöttyös ruhákról is, amik, amiket elvesznek, és, és amikor visszajönnek a, a túlélők, akkor döbbenten látják, hogy valaki teljes nyugalommal viseli azt a pöttyös ruhát, meg azt a pongyolát, és akkor fel elkezdődik egy ilyen húzakodás. És ez, ez, egy ne, ez egy nagyon nehéz, nagyon nehéz helyzet, és főleg azért, mert a népbíróságok, meg a rendőrség az nem nagyon volt a helyzet magaslatán. A, mit tudunk a nyilas nőkől? A nyilas nők, ugye van ez a toposz, hogy a kis nyilasból kis kommunista lesz, és akkor ez egy ilyen bevésődött függetlenül, hogy ennek mennyi és milyen mélységűen igazságtartalma. A nyilasnőből lett kommunista nő? A házmesternőknek volt egy ilyen bizalmi szerepe, tehát hogy hogy akik a házmester lakásban laktak, azok mindig jelentettek a tulajnak, hogy hogyan viselkedik a bérlő. Na most, hogy a bérlő az most egy konkrétan valaki, aki tulajdonosa a háznak, vagy a házkezelőség, vagy az állambiztonság, az nagyjából ugyanaz a reflex. Tehát itt azért volt egy nagyon komoly folyamatosság, és ez a, a népbírósági anyagokból is jól látszik, hogy vannak olyan nők, akikkel Elítélnek, mert házmesterek, mert feljelentettek, mert loptak, és akkor hirtelen belépnek a magyar szovjet baráti társaságba, és aztán ö, ö, kiválóan élik tovább az életüket. Tehát a könyvnek az is a ö, nagyon. Ö, rémületes része szerintem, vagy engem én engem legalábbis nagyon megviselt, mikor írtam. Ez a folyamatosság. Uh -huh. Tehát hogy, hogy nem csak ez a kis nyilas folyamatosság, hanem mondjuk azok a azok a orvosnők, akik mondjuk nem mentek el nyugatra, azok ö, ö, benne voltak a nyilas mozgalomban, és azok mondjuk a 70-es évekig itt praktizáltak akár mint gyerekorvosok. Húha! Húha, ez most megütött ez a dolog. A... <laughs> <laughs> um kicsit bulvárosodjunk, mert abban a szempontból, hogy két perc és tényleg a keddi hallgatóknak, hogy azért valahogy elinduljon a napjuk majd az ismétlés hallgatóinak. A Szálasi esetében nem Lucz a lett annyilas nő, ha jól olvasom, hanem az édesanyja, és mi, ennek, mi volt ennek az ok, hogy valahogy mégis a, ő lett a, a nő a mozgalomban valahogy így konstruálva, vagy éppen beállítva? Hát azért, mert a, a szállási az érzelmi élete az a, a Hitlernek a mintáját követte, és ő egy ilyen egyedülálló, a mozgalomért mindent felhasználó valaki lett, és az édesanyja Erzsébet, aki, és egy ilyen a vele lakott hosszasan, ugye Szálasi, és a Lutz az pedig egy ö, önálló, munkavállaló nő volt, aki tisztviselő nő, aki nem nagyon illett bele ebbe a hivatalos képbe, és ő mindig csak háttérben maradt, ellentétben az anyukával, akinek az Erzsébet napi ö, ö, ünnepsége az egy ö, fontos, kultikus ö, pontja volt, az anyaság kultusznak, meg minden, ö, ö, mindenkinek, minden egyes tagszervezetnek meg kellett ünnepelni az Erzsébet napot, mint anyák napját, mert hogy ő adta a vezetőt a, ö, a mozgalomnak. Petr Andránnak köszönöm szépen, hogy itt volt. Onnatkozó munkája egyébként azok számára, akik szeret kattintani az interneten, az szintén le, le, letölthető, elérhető a kutatói profilján, javasoljuk a hallgatóknak. Még egyszer köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Köszönöm szépen. József Péternek a műsor segítségével nyújtott segítségét, illetve várva a Brigittának jövő héten a szokott időben ismét találkozunk. Konkrét, Böcskei Balázs műsorát hallották. Jövő hét hétfőn 15 órától folytatjuk. Hat